Október 11-én vasárnap délelőtt 9 órától délután 4-ig ingyenes szűrővizsgálatokkal és retro véradással várja a látogatókat az egészségnap a koronavírus járvány miatt idén másként. Itt lesz velünk Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának keretében a már megszokott kamion. A kamionban 40 féle a legfontosabb területeket érintő szűrővizsgálat van, a testsúlymérés, a testösszetétel elemzés, a bokakarindex, a légzésfunkció, látásvizsgálat, csontsűrűségre utaló adatok. Ugyanakkor a kamion eléterében is lesznek különböző életmód sátrak, illetve mód lesz ismét a demencia szűrésre, a memóriavizsgálatra is az elmúlt években már megszokott módon. Azt kérjük, hogy legyenek szívesek bejelentkezni a kamionban vizsgálatokra, hiszen tömegesen nem lehetünk jelen a kamion környékén sem. Van egy kb. 300 négyzetméteres terület, ami optikai módon zárt lesz a kamion körül. Erre a területre csak a szokásos triázs után lehet belépni, tehát kézfertőtlenítés, járványügyi kérdőív kitöltése, hőmérsékletmérés után. Maszkot kell viselni, és értelemszerűen egy időben nem lehetnek sokan jelen, tehát ezért fogjuk időpontra beosztani az érdeklődőket. Ugyanez lesz a módszer az egészségházban zajló vizsgálatok esetében is. Itt is lesznek a szokásos különböző vérvételi eljárások, és lesz kardiológus, tehát itt is lesznek programok, és ide is előzetes bejelentkezést kérünk azért, hogy egyszerre sokan zárt térben nem tartózkodhatunk együtt. Sajnos el kell, hogy maradjon ennek kapcsán a mindig jó hangulatú egészséges ételek főzőversenye és a bemutató, ezt az idén nem tudjuk megtartani. Lesz viszont retro véradás, véradók jutalmazása az a régi hagyományoknak megfelelően sörrel és vízslivel történik, ez a Vörös Kereszt szervezésében az egészségházban fog zajlani. Az MKK tájékoztatása szerint emelkedik a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Ez hogy érinti Bia Torvályot? Igen, úgy tűnik most már az elmúlt hónapok vizsgálataiból, hogy a szennyvízben is kimutatható a vírus örökítő anyaga, és tulajdonképpen ez 4 és 10 nappal, átlagosan talán egy héttel előre tudja jelezni az emelkedő tünetes megbetegedettek számát, és ezekben a vizsgálatokban, amennyire én tudom, az elmúlt időszakban már az agglomeráció egyes települései is bekapcsoltak, így Bia Torvály is. Én mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy ezeket a roppant egyszerű, de nyilvánvalóan nagyon hatékony szabályokat tartsák be. Tehát ne menjünk túl közel egymáshoz, tartsuk meg ezt a másfél-két méteres távolságot, viseljük a maszkot minden zárt térben, és nagyon gyakran mossunk kezet.